A Kelet ereje másfél évvel ezelőtt alakult azzal a céllal, hogy fizikailag és mentálisan is erősebbé tegye az egyesülethez csatlakozó fiatalokat. Az akkori hárommal szemben ma már több mint 20 sportolnak rendszeresen, és indulnak el az erőemelő versenyeken. A súlyemeléssel szemben az erőemelők három fogásnemben, guggolásban, fekvenyomásban és felhúzásban mérik összetudásukat. Az észtországi Tartuban megrendezett kontinensviadalon a 13 főt számláló magyar válogatottban hárman képviselték az egyesületet. Ez volt a második erőemelő Európa-bajnokság, amelyet segítő felszerelés nélkül rendeztek. Három versenyzőnk volt, plusz az edző, Szimcsina Mihály, a versenyző Kulcsán Dávid, Horváth Péter és Szimcsina Mihály ifjabbik. Ketten érmeket hoztak, nagyon erős mezőnyben, sőt Dávid, Kulcsán Dávid aranyesélyes is volt. Sajnos nem úgy jött ki a lépés a versenyen, azonban vele mindenképpen számolni kell nemzetközi szinten, mert egy őserő és őstehetség. A juniorok között a 93 kilós súlycsoportban induló Kulcsár Dávid összetetben a felnőtt magyar csúcsot jelentő 697,5 kg-ig jutott, ami az ötödik helyhez volt elegendő. A felhúzásban elért 290 kg szintén magyar csúcsot, egyben Európa-bajnoki bronzérmet ért. Az ifjúsági mezőnyben Szimcsina Mihály három eredményes guggolást és két sikeres fekvenyomást követően 227,5 kilót húzott fel, így a 93 kg-osok között ő is felállhatott a dobogó harmadik fokára. Nagyon örülök a bronzérmemnek, igazából úgy készültem Európa-bajnokságra, hogy legalább egy érmet elhozzak. Guggolásban sikerült országos rekordot csinálom, meg felhúzásban is, és hát én meg vagyok magammal elégedve. A jövő hét végén a Somogy megyei Tabon rendezik meg az erőemelő felnőtt országos bajnokságot, amelyen a 20 versenyzővel induló Kelet ereje egyesület a csapatviadalt követően szeretne felállni a dobogó valamelyik fokára.